Mire vigyázz, ha olcsó autót veszel? Varga Tibor vagyok, ez itt az autóvizsgálat.hu. Elgondolkodtató, miért van az a jelenség, hogyha lehet venni ugyanolyan autót mondjuk 2 millióért, meg 3,5 millióért, ugyanúgy elvárjuk a hibátlan állapotot. Ebben a videóban szeretnék rávilágítani arra, hogy ha a piac aljáról turkáltok, mire számítsatok. Mint minden piacra, a használt autók piacára is jellemző, hogy ha valamit olcsón adnak, azzal általában gond is lesz. Természetesen egyik eladó sem, legyen az magánszemély vagy kereskedő, tehát egyik eladó sem a saját pénztárcájának az ellensége, hogyha egy autót el tudna adni az előbbi példánál maradva 3-3,5 millió forintért, akkor nyilván nem haragszik annyira magára, hogy 2 millió forintért árulja. Tehát ha azt gondoljátok, hogy ugyanazt a minőséget fogjátok kapni 2 millió forintért, mint a piac tetejéről, tévedni fogtok. Fordítva viszont egyáltalán nem biztos, hogy így lesz. Lehet, hogy azért van a piac tetején, mert túlárazták. Lehet, hogy azért van ott, mert kevésben a kilométer is mondjuk pörgették az óráját. Lehet, hogy azért van ott, mert el akarják titkolni, hogy komolyan sérült volt, és majd valaki megveszi, aki balek, aztán jó sok pénzt ad érte. De természetesen az is lehet, hogy valóban egy jó állapotú autó. Ez úgyse fog kiderülni, csak akkor, hogyha átvizsgáltatjátok. Semmilyen lekérdezésből, meg hirdetési szövegből nem fog kiderülni, viszont érdemes megnézni mindig, hogyha autót vásároltok, a piac tetejét és az alját. Észre fogjátok azt is venni, hogy ugyanaz a sablon szöveg van mindenhol, akármelyiket nézitek. Nagypapa használta, kevés kilométeres, sérülésmentes, költségmentes, mindenmentes, hibátlan állapotú, kitűnő, csak belekerülni és használni. Gondoljatok bele, ha így lenne, akkor miért adnák sokkal kevesebbért azt a másik autót? Ha pedig nagyon megfeszített a költségvetés, akkor inkább vegyetek 1-2 évvel idősebb autót, vagy kicsit több kilométereset, de ne feltétlenül a piac legolcsóbb modelljét válasszátok, mert általában nem szokott jól elsülni a dolog. Mindenkit arra biztatok, hogy körültekintéssel választhatok a piacról autót. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottatok, írjátok meg kommentbe, hogy ti hogy vásárolnátok autót, vagy honnan választanátok autót. Iratkozzatok fel a csatornánkra, lájkoljátok, illetve osszátok meg. Sziasztok! We'll be right back.